Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kabai Városi Televízió műsorát látják 2015. december 13-án, Luca napján. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Ezen a vasárnap délutánon már a harmadik adventi gyertyát gyújtották meg a Kabai főtéren. Ha az ünnep elérkezik az életedbe, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély, a varázsos rendhagyás. Így írt az ünnepi készülődésről Márai Sándor. S valóban fontos lenne, hogy sikerüljön kiszakítani lelkünket a mindennapok rohanásából. Decemberi adásainkkal igyekszünk a magunk részéről hozzájárulni ehhez a belső töltődéshez, azzal, hogy bemutatjuk a kabai kisebb és nagyobb közösségek ünnepi alkalmait. Ma, Luca napján is így teszünk, képes ajánlatunk következik. A télapó is már eljött, a napsugár óvodások dallal és verssel várták a nagyszakállút. Az idei esztendőben is szorgalmasan dolgoztak a kabai meteorit birkózói. December 6-ára, Miklós napjára esett advent második vasárnapja, az esemény a kabai közösség hagyományos ünnepe. Ha tehetik, maradjanak velünk! Hóval lepett égi úton Mikulás már útra kél. Csillagok szállnak fölötte, s vígan fut vele a szél. A napsugár óvodások verssel és dallal várták a nagyszakállút, a nótás Mikulás pedig természetesen telizsákkal és gitárral érkezett a lepke csoportosokhoz. A kemény fagy, hírvirágot húzmaráz az ablakán,
Van egy kicsit toronyszobánk benne, furcsa műszerek, világhírű messzelátunk jégüvegén hókeret. Hogyha abba belenézünk, higgyétek el, nem csoda, akármilyen messze laktunk, mégis ellátunk oda. Hol? Mit látunk? Nagy könyvünkbe minden este beírjuk. Igen, látom, sok-sok lapja. Tudjátok, hogy világbevő rádiónknak tartja, nincs? Én még láttam, hogy Jézus kell. Sötelmélet palotánkban valóságos drága kincs. S ha a gyerekek énekelnek, szívünkhöz ér a dal, és a télapó úgy érzi, hogy ő már most nem véd, hanem újra fiatal! Télapó kincs, igaz? Igen! És minden gyerek egész évben jó lesz, hogy jövőre is jöjjek. Igen! Nagyon! De sokszor lesz karácsony. Hát sokszor. Azt mondja, hogy akkor. Ezen te vagy. Szépen! Van amelyiken meg Mikulás képen van. Van egy kis személyi kultusz Télországban. Minden egyes csokin és csomagon a saját képen van, azt rakatja rá. Jó, akkor kezdjük onnan, az a kislány jöjjön onnan a széléről. Gyere ide, babám! Úgyni, tessék, úgyni. Hogy hívnak? Mata Tamara. Tamara, tessék, parancsolják. Úgyni. Jöhet a következő kis legény. Szia, csapjál bele? Te igazi kabai gyerek vagy.
Figyelj csak, téged hogy hívnak? Én Ádám Máté. Tessék, Ádám Máté. Jön a következő kislegény. Te is csapjál bele. Na, te már diplomatikusabb voltál. Téged hogy hívnak? Szabó Balázs. Jó, integessél oda is egyet Jani bácsinak. Úgy, mi? Nagyon jó. Gyere, gyere, kispajtás! Hóha! Csapjál bele. Téged hogy hívnak? Még egyszer? Fruzsina! Szélapó, kicsit nagy szó, úgyhogy hangosan mondjátok. Gyere, kicsink, gyere! Lili, kedvenc női nevem, csapjál bele! Tessék, Lilike! Örülsz neki? Jó van! Na, gyere ki! Gyere, kislegény! Ettől féltem! Ez is ilyen kavai volt, tessék! Áj, hogy hívnak? A Balázs Bence. Balázs Bence, nagyon jó, gyere! Gyere, jön a kis meteorológusunk, Dóra. Úgyni. Következő. Igen. A bacsi az barátságos is. Nézzétek csak. Téged hogy hívnak? Zsófika! A Mikulásnak hány ezer gyerekkel kell focsíznia, ha mindenki ilyen nagyon csapna bele, szegény nem... Gyere, Mári, Brandon, gyere! Melyiket használod, a Brandon? Igen. Brandon, csapjál vele. Nagyon jó, tessék, Brandon. Következő, Brandon mellett ül az a kisfiú. Kicsit belealudt a műsorba, gyere, gyere! Gyere! Csapjál vele. Téged hogy hívnak? Matátia Dávoly. A igen? Jó van. Szívesen, gyere kicsi, gyere! Gyere, Tündér Mazsola, gyere! Úgy, jaj, de szép nadrágod van, most látom. Csapjál bele. Téged hogy hívnak? Hanna. Na, csak nem vagyok annyira süki. Gyere kis Miki Egér, gyere! Vigyázz, mert a gatyamadzagot kilóg. Jó van, csak vicceltem. Hogy hívnak? Nikolás. Takács Nikolás. Ho-ho-ho-ho! Gyere kis, gyere kicsim, gyere! Lorcsi? Dorina. Várjál, utána jön az ajándék. Gyere, jaj, de szép hajad van, gyere! Gyere, hajas baba! Te Enikő vagy? Igen? Szinte gondoltam egyből. Az a másik kedvenc női nevem. Gyere! Ott van Télanyó, úgy hívja. Orsi? Tessék, Orsikám! Gyere, Tuki! Gyere, kis Vigyori! Téged hogy hívnak? Jó, csak nem hallottam, mert olyan gyorsan elfordultál. Jaj, nézd már, rénszarvasos Natia van. Gyere, Tukikám, gyere! Jaj, hát te még nagyon picike vagy. De jó, nagyon csak. Hogy hívnak? Réka. Réka? Nagyon szép neved van. Gyere, Levente! Most látom, hogy milyen szép egyenpólótok van, napsugaras. Csapjál bele! Levente vagy? Tessék, Levente! Igen, hát kicsit ilyen lassú felfogása van a télapónak. Gyere, gyere, gyere! Téged úgy hívnak, hogy? Imi? Imike. Tessék, Imike! Mindenki kapott ajándékot? Ha valaki nem kapott ajándékot, akkor annak otthon majd még juttatok. Kérdésem a következő. Az óvónénik aranyosak, kedvesek voltak-e évközben? Gyerekek, megérdemelnek az óvónénik is egy kis apróságot? Na, akkor kérem az óvónéniket, hogy jöjjenek ide. Nagyon szépen köszönjük a térdemre nem kell ülni. Az óvónéniket. Köszönöm szépen. A másik óvónéni is jöhet, tessék, tessék. És a Dajka néni is. Hogy hívják a Dajka néni? Elmuska. Az itt kabán népszerű név, úgy látom, mert az Elmuska. Köszönöm szépen. The sun and the winter, beautiful. The snow and the moonlight. He's
viszontlátást a gyerekek! Kedvetekért jövőre is telik rakom zsákomat! Ezer évig megtartom ezt a jó szokásomat! Találkozunk jövőre! Viszontlátásra! Kilenc részszarvas van a műlásban. Minden gyermek várva vár, vidámé, viszontlátásra! Az idei esztendőben is szorgalmasan, becsülettel dolgoztak a Kabai Meteorit birkózó szakosztályának ifjú sportolói. A várt eredmények nem is maradtak el, sőt, az év végén még a Mikulás is ellátogatott hozzájuk. Az év vége az egyfajta elszámolás, számvetés időszaka is. Milyen eredményekkel zárta a Kabai Meteorit birkózó szakosztálya a 2015-ös esztendőt? Nagyon jó eredménnyel zártuk a 2015-ös évet is, hasonlóan a 2014-es évhez, hisz ha összességében tekintsük az eredményeket, akkor számszerűleg azt tudom mondani, hogy 5 magyar bajnokunk van erről az évről, és egy diákolimpiai bajnokunk, valamint számos második, harmadik helyezett versenyzőnk van ebben az évben. Ha jól emlékszem, akkor utoljára a Meteorit, a jubileumi Meteorit kupán voltunk kameránkkal jelen itt a tornacsarnokban, akkor ugye átadták a tornatermet, de azóta is nagyon sok verseny volt, említésre méltó esemény. Igen, hát nemrég, múlt héten voltunk egy úgynevezett diák magyar bajnokságon, Kaposvárott, ahol 4 gyerek közül, sajnos csak egyértelmű helyezés, de az egy csodálatos helyezés, a Molnár Tibi 38 kilóba magyar bajnok lett. Ezt most meg is ünnepelték, de a télapó megsüvegelte a többi gyerek teljesítményét is, mert azért nem akármilyen szorgalom kell ahhoz, hogy ezt kitartóan egész éven keresztül valaki végigcsinálja. Igen, és hogyha lehet, akkor én így elmondanám számszerűleg is, vagy név szerint is, hogy kik azok azok a versenyzők, úgy a lányok, mint a fiúk, akikre büszkék vagyunk itt ebben a kis egyesületben. Kaszás Júlia az diákolimpián első, magyar bajnokságon első, ráadásul meghívták a kadett válogatottba, ahol a múlt hét végén Lengyelországban volt, és ottan a 7 versenyző közül a 3. helyezés hozta el. Tehát már nemzetközi rutinja is van. Igen, tehát ő egyből beledobva a mély vízbe, és Júcsi helyt állt. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy így éremmel tért haza. Mellesleg megjegyezve csak, hogy Püspökladányból is volt egy lány a junior válogatottban, Földesről egy kadett válogatott, ott a Júcsi, és ők egyik értek el helyezést, tehát egy kicsit Kaba kiúszhassa magát Júcsi révén. Akkor a többi lányt is szeretném elmondani, Erdei Alexandra szintén magyar bajnok lett ebben az évben, Kaszás Kriszti második helyezést ért el, de az a Krisztivel megbeszéltük, ez a második helyezés fölért egy első helyezéssel, és Dollák Tamarával, a most már SMTK-s kislányjal birkozta a döntőt, aki EB-n, VB-n, kadett EB-n, kadett VB-n már volt érmes.
halászon itt a hát ők olyan furcsa helyzetbe kerültek, hogy Kaszás Júcsival egy súlycsoportban voltak, mind a ketten 43 kilóba, és itt Anita harmadik helyezést ért el. Hajduk Niki 52 kilóba szintén harmadik helyezést ért el, ez már eredmény Nikitől, hisz az utóbbi időben egy kicsit leengedett, de most újból felszívta magát, és így harmadik helyen tudott végezni. Ekerigó Mónika és Borbás Anikó nem volt szerencsés a sorsolásuk, mert lehetett volna egy kicsit jobb is, és könnyebb ellenfelekkel, de mindegyik ő kifogta, mert itt már nagyon sok a válogatott ebbe a kadett korcsoportba, és így csak ötödik lett mindegyik. Még lemaradt az elébb a Diákolimpiáról Kárai Alexandra, aki élete, tehát mióta birkozik, a legjobb eredményt ért el, Diákolimpiai harmadik helyezett volt. A fiúk közül említeném, talán kezdeném a megszokott már, de a Molnár testvérekkel. Tibi ebbe az évben Diákolimpián szabadfogásban második, kötött fogásban harmadik lett. Magyar bajnokságon első helyezett lett szabadfogásban, kötött fogásban harmadik helyezett, tehát mindkét fogásnemről hozott érmet, a szabadfogásnál pedig még a bajnoki címet is elhozta. Utána Molnár Csaba, a testvére, az kötött szabadfogásban Diákolimpián harmadik helyezéseket ért el mind a két alkalommal. Az országos bajnokságon kötött fogásban második lett, sajnos szabadfogásban egy csúnya betegség miatt, tehát a birkózóknál van ez úgynevezett gomba, és itt a fején volt egy nagy folt, és az a helyi orvos, tehát a tani versenynek az orvosa, és az elnöke nem engedte, hogy elinduljon, és így elestünk egy éremtől. Fábián Zoli mindkét Diákolimpián, meg a Magyar Bajnokságon is ötödik helyezést ért el. Dede Roli, szintén mondhatom úgy, mint ahogy Kaszás Krisztiné, hogy mióta birkozik Roli, ez a legjobb eredménye, ötödik hely. De hozzá kell tennem ezt az ötödik helyet úgy, hogy Roliék, tehát az a kis 38 kiló a Diák 2-be, ez egy átlagsúly, és 34-en vannak egy-egy alkalommal, és azért 34, ráadásul mindig sose nincs szerencséje a sorsolással, mert mindig az alsó ágon lent van, ahol egyáltalán többet kell birkozni, mint a felső ágon, és azért onnan beverekedni magát a ötödik helyre, tehát végén a harmadik helyen kellett neki megbirkozni, de nem jött össze, és így ötödik lett. Balla Tibi és Aubén ötödik helyezést ért el, Pocsai Ádám szintén ötödik helyezést ért el. Ezek azok a versenyzők, akik ebben az évben pontot hoztak Kabának. A többi versenyző is, tehát volt több versenyző is az olimpián, meg a magyar bajnokságon, de most valahogy nekik nem úgy jött össze, hisz a tavalyi bajnokunk, Nagy Jancsi, az idén még érmet se szerzett. Pedig tavaly második volt a kötött fogásban, szabad fogás pedig első helyezett volt a magyar bajnokságon. Diákolimpián szintén második és harmadik helyezett volt, de most erősödött a mezőny is. Másként alakult a hadi szerencse, és ahogy itt a télapú is mondta az értékelés során, nyilván az edzővel való egyeztetés után, akiknek nem úgy sikerült az idei versenyév, azoknak remélhetőleg a 2016-os másként fog alakulni. Igen, reméljük, hogy januárban, ha elkezdjük a fölkészülést, akkor mire eljönnek a Diákolimpiáknak, Magyar Bajnokságoknak a versenynapjai, a ideje, akkorára jó fölkészülünk, tudásuk legjobbát adják, és akkor szintén érmesek lesznek Tóth Zsolti, Jonzi, Nagy Jancsi, hát ezektől várok érmet, de hál' Istennek elmondhatom azt, hogy van utánpótlásunk, és nagyon sok új gyerek van,
meg olyan gyerek, aki egy-két éve jár, de még úgynevezett nem verseny érettek annyira, de ők is küzdenek, és itt vannak a Molnár testvérek, a lányok, meg a többiek, akikre fel tudnak nézni az eredményükért, és akkor ők is szeretnének bajnokok lenni, vagy helyezettek lenni. De ha jól tudom, akkor még nem áll le a karácsonyi szünetre a csapat, hiszen adásunk napján vasárnap is versenyre mennek Hajdúszoboszlóra. Igen, ez lesz az év utolsó versenye, ahol próbálunk nagy számmal, tehát több versenyzővel részt venni, és itt van a szomszédban, meg amúgy a testvérvárosunk olyan értelemben, hogy mint birkozók, tehát együtt szoktunk encigetni is, vagy ők jönnek ide, vagy mi megyünk oda hozzájuk. Valamikor én is ott kezdtem, tehát miért megkezdődött Szoboszlón a birkozás, tehát velem kezdődött ott el, tehát nagyon jó a kapcsolat, és reméljük, hogy a gyerekeink, akik most átmennek versenyezni, jól érzik magukat, jó eredményt fognak elérni, és utána jön a karácsony, a szilvesztér, pihenő időszak, és akkor januárban hajrá! Múlt héten éppen december 6-ára, Miklós napjára esett advent második vasárnapja. Az esemény a kabai közösség hagyományos ünnepe. Ezúttal a városi önkormányzat, a baptista gyülekezet és a kabai nyugdíjasok voltak a fellépők, míg a vendéglátásba bekapcsolódott az óvoda és a városgazdálkodási Kft. Is. Mikulásból nem csak egy akadt a főtéren, ők az est folyamán szaloncukrot osztottak a gyermekeknek, de volt más meglepetés is. Felkérem Váradi Istvánné és dr. Nagy István önkormányzati képviselőket, gyújtsák meg a két gyertyát az adventi koszorún. Kérem, fogadják szeretettel a baptista gyülekezet műsorát. Ültem a buszon valamelyik nap, és vártam már a megállót. Egyszer a mellettem ülő könyvemre nézve megkérdeztem, miről szól. Nos, gyorsan bele is kezdtem, ez a kedvenc könyvem, rejtély és történelem. Aztán ki is nyitottam, gyorsan fellapoztam az új szövetségemet. Kezdettem volna az igény. Jézus Mária szülte, jászolva tette egy Betlehem éjszakán. Angyalok és bölcsek térdre hullva jöttek dicsérni a nagy király. Ő gyógyított bénát, a babot és sárdát, a vízen is könnyen járt. És a föld először értette meg, hogy Isten is lehet barát. És már soha nem fogozhat, mégis elárulna a társai közül egy. Úgy aztán kereszt halálát tömegek látták, és ez volt a vég. Hagytán a kezdet. Ez a Biblia nem egy új könyv, és többször is hallottam már. Próbáltam hinni, de nem sikerült, csak szégyenért bűntudat és vár. Ez csak egy monda, csak egy mese, és mentő vagy gyengéknek. Vár csak egy percet mondtam, figyelj most kérlek, lehet, hogy csak ez ment meg. Jézus Mária szülte, játszolva tette egy Betlehem éjszakán. Angyalok és bölcsek térdre hullva jöttek dicsérni a nagy király. Ő gyógyított bénát, a papot és sárdát, tizen is könnyen jár. És a föld először értette meg, hogy Isten is lehet halál. És már soha nem tett rosszat, mégis elárulta a társai közül egy. Így aztán kereszt halálát, tömegek látták.
kezdet? Hát miféle kezdet ez? Azt mondtam, meghalt, csak szögek tartották, és lövistől vérzett. Így szóltam, várj egy kicsit, hadd olvassam még, hidd el, van folytatás. Mert ő azért halt meg, hogy te általa élhess az életed tovább. Érted már? Csak hogy élhess tovább. Meghalt, megölték. Ez nem volt a vég, nem volt ez vég. Ez volt a kezdet. Ez volt a kezdet. Mindez csak érted történt. Tudtam, hogy ha várj a szőt, te jászolt a tetteiket nem éjszakán. Komáromi Tibor vagyok, a Baptista gyülekezetnek a lelkipásztora, és egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Talán mi is voltunk úgy, hogy sütöttünk egy kis süteményt, kedveskedtünk a gyermekeinknek valami újat, szívünket, lelkünket beleadtuk, de amikor eléjük tettük, bár ismeretlen volt az a sütemény, és valahogy nem akarták megkóstolni. Zavart őket, nem szeretem, ránéztek, ismeretlen volt nekik. És hogy éreztük magunkat? Fájt. Fájt, hogy valami olyan, hogy kedveskedtünk nekik, és nem kóstolták meg. Szinte, mint hogy a mérget láttak volna. És amikor ilyen helyzetben voltam, nem is olyan régen, akkor eszembe jutott, hogy van Isten, hogyan érez. Amikor egy megmentő ajándékot akar nekünk adni, és talán mi is ránézünk, és azt mondjuk, nem szeretem. Mi ez? Mintha méreg lenne. És az Isten megmentő ajándékáról a Bibliából olvashatunk, ahogyan látok itt a jelenetben, és azt kívánom a gyülekezet nevében és a magam nevében is, hogy advent idején talán nyissuk meg a Bibliánkat a Máté evangéliumánál, és nézzünk bele a megmentő ajándékba, mert lehet, hogy csak ez marad meg. Így kívánok áldott és békés karácsonyi ünnepeket és készületeket a gyülekezet és magam nevében. Az adventi műsort a Kabai Nyugdíjasok Baráti Egyesület Búzavirág pávakörének előadása folytatja. A pávakör szakmai vezetője Nauner Agárdi Éva, a népművészet ifjú mestere. Fogadják őket szeretettel. Mm.
János, holnap nem egy napja, legyen fel az Isten, sőt a jó kajára. Itten lesz az égen, csillagod a broncsa, az Isten áldását mindenkor rádoncsa. Az Isten áldása szálljon erre házra, kisebből nagyobbra, leginkább Jánosra. Valamennyi búza van a nagy mezőbe, annyi áldás szálljon Jánosnak. Jaj, de messze kerülnek, így zengedeznek. A csillagok derülnek, jaj, de messze kerülnek, így zengedeznek. Megjött már a jó reggel, István köszöntésére. István köszöntésére, köszöntek egészségre. Hogy megérted napodat, napodat, hűszent viradásodat, hűszent viradásodat, áldjad a Krisztusodat. Hűszent viradásodat, áldjad a Krisztusodat. Ó, mi kegyes jó barátunk, téged köszöntünk. Mai napon és sok jókat néked kívánunk. Éljen, vígan éljen, éljen a János. Áldott óra és minuta, melyben születtél, hogy Szent Jánosnak nevére kereszteltettél. Éljen, éljen, vígan éljen, éljen a János. Igen, pedig elégedvény, gyaló értede, a vegekbe és mennyekbe, hál' Istenede. Éljen, éljen, vígan éljen, éljen a János. Jó szívünk, mi kedvünk, újulást úgy várnak. Jó szívünk, mi kedvünk,
újulást úgy várna. Úgy énekel valak, kis Jézus
csak szívemből lohadt a kalugyalúgy. Örömes ringatlak, szívemből lóhajtlak, aludjál a verset. Értem van éjszak, hátam mögött él,
balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél. Előttem van éjszak, hátam mögött dél. Balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél. Menetelünk még egy kicsit, felbeszállásba és nagyra térnek el magasba. Szírógassuk meg a csillagokat! Szörszekerecske, a hátsó két csillagjával egy vonalban látod, nagy fényes sarkcsillagot éjszakon találod. Előttelünk van éjszak, hátam mögött él, balra a nap nyugszik, jobbról pedig él. Előttem van éjszak, hátam mögött él, balra a nap nyugszik, jobbról pedig él. Éjszak felé szállnak. Most vágjuk egy kis fát, kifát, kérlek. Kiabálnak, ha már te is megtanultad a tájékozódást. Együtt énekeljük, gyorsabban! Ismerős mondókát. Előttem van éjszak, hátam mögött él. Balra a nap nyugszik, jobbról pedig kél. Előttem van éjszak, hátam mögött él. Balra a nap nyugszik, jobbról pedig kél. Toporogjatok! Fűrészelünk! És remélem, hogy mindenki nagyon jól fogja érezni magát most. Szeretettel köszöntök mindenkit itt Kabán, ebbe a nagyon remek kisvárosba. Hát igazi családi légkörben van itt mindenki. Én azt gondolom, hogy ide mindig jó szíve jövök, hisz mindig egy picit hazajárunk. Úgyhogy engedjétek meg, hogy bemutasson a kis csapatunkat, a két Krampuszlányt, Vivit elsőként itt jobbról, és ezt a hölgyet itt balról, aki olóvinnek kész, és már fejébe vette, hogy mindenkit meg szeretné ajándékozni. Jut is eszembe, ki az, aki szereti az ajándékot, emelje fel a kezét. Jézus Mária, a szülők is jelenkezett. Na az anyuka, na megjutalmazzuk őt is. Zenélünk, táncolunk és játszunk sok-sok dalokkal. Ki az, aki járt már Miki Mini Party, nem emelje fel a kezét. Jézusom, mennyi visszatérő vendégünk van. Nos, azok kedvéért bemutatjuk nektek, hogy miről szól a mi műsorunk, aki még nem jártak itt nálunk soha, de soha. Ki áll a Krampuszlány és elkezd táncot mutatni nektek. Ki megpróbáltak ott utánozni. Anyukáikat, apukáikat megkérjük egy kis tapsal, biztassanak bennünket. Ez mindig jól esik nekünk. Mindig kívánsz a közületek azt a kis Manót, aki a legügyesebb volt az adott dalra. Na vajon ki kapja az első ajándékot? Ki volt a legjobb táncosunk? Ki táncolt a legjobban? Ki csápolt a legjobban? Na ne! A legügyesebb gyerkőcöt mindig fölkísérjük ide a színpadunkra. Megajándékozzuk őt. Megtapsoljuk őt. És bemutatjuk őt. Hát így a szép nagy lány, mutatkozz be nekünk, hogy hívnak? Sziasztok, Mikinek hívnak? Hány éves vagy, Miki, áruld el nekünk? Nyolc, biztos, jól számoltad? Nyolc és fél, gyerekek, elhiszitek, hogy Miki 8,5 éve. Hát én sem, majd a parti végén megtanítjuk számolni, de egy nagy tapsot neki, ügyes volt. Na köszönjük szépen, és azt gondolom, most már belevágunk, azt gondolom, ti fogtok következni. Fogunk ma sokat játszani, zenélni, bevonjuk a szülőket is, és nagyon remélem, hogy jól érzi magát mindenki. Úgyhogy jöjjön az első dal a mai Miki Mini Partynek is, dzsungeltánccal kezdünk Nikivel. Kedves kabaiak, kedves gyerekek, kedves szülők, nagyon, de nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek a Mikulás Parti alkalmával. Zene, tánc, játék és ajándék vár rátok.
Után ajándékozunk, hát csak ez az egy anyuka tapsol egyelőre, de hát őt ezért fizettünk itt már is szépen. Nézd itt mindenfele, a megálló nem mondta meg a férjének. Nos, immárom három kismanó áll fönn a színpadon, akiket meg szeretnénk ajándékozni. Ki az, aki ismeri ezeket a gyertőcöket, Emeka? Na, hát igazi csúcsemberek, nagyon jó táncosok, ők az első ajándékozottak, halljuk. Sziasztok, elsőnek is egy bemutatkozást kérnék tőletek. Diana? Váradi Valéria. Hány évesek vagytok? 10. Tizenkettő. 10. 12 éves vagy? Igen. Biztos ez? Igen. Hát, akkor még nem nőttél meg, majd később. 4 éves, megsúgták a helyes, nem 12. Vártátok már ezt a partit? Igen. 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 A Mikulást hogy vártátok, áruljátok el gyorsan. Kitisztítottátok a csizmát? Igen. Igen. És te? Igen. Te is kitisztítottad. Egy nagy tapsot kérek meg. Ki az, aki kirakta a csizmáját tegnap éjszaka? Na hát, és remélem, hogy kaptatok bele valamit, mert én kiraktam tegnap a csizmámat, és elvitte a katasztrofó védelem. Na, a folytatásban jön ismét egy dalocska, amit igazán szeretnek az apróságok. A visszállom úgyis, úgyis. Na nézzük, ki lesz a legügyesebb. A szülőket megkérjük egy kis mosolyra, tapsra. Addig haza nem megyünk, amíg hangulat nem lesz. Na, gyerünk, gyerünk! Julian, a legnagyobb király! Tessék pörögni, forogni, hajladozni, míg ránk fog hajlanodni, és aztán jöhet a nagy lemúr, lemúr! Te vagy a csúcs, igazi atommaki, magad az a kérdeni, és a csípjed maki. Te vagy a csúcs, igazi atommaki, magad az a kérdeni, és a csípjed maki. Na jó! Tudom a tupit, 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 tudom a tupit. Nőd, nyomd azt is, tekerd a popodat, egy új klassz is, mehet a csók, még tedd azt is, ha kiteszed a cicidet, a funk azt is, mehet a tánc, még nyomd azt is, tekerd meg a popodat, egy új klassz is, mehet a show, még tedd azt is, ha kiteszed a cicidet, a funk azt is. Riszálom úgyis, úgyis, riszálom úgyis, úgyis, riszálom úgyis, úgyis, riszálod. Riszálom úgyis, úgyis, riszálom úgyis, úgyis, riszálom úgyis, úgyis, riszálod. Na köszönjük szépen, és mielőtt tovább mennénk, le a kalappal a hangtechnika előtt, mert nagyon hamar készett, tapsoljuk meg a hangtechnikusokat is. Nagyon ügyesek voltak. Na hát állítólag a kaba a legvagányabb kis pasia van itt fönn a színpadon, meg két csodaszép kis hölgyem is.
Halljuk őket! Sziasztok, mutatkozzatok be nekünk, hogy hívnak titeket! Szabó István! Hogy érzitek magatokat? Jól! Szerettek táncolni? Igen. Én azt hallottam, hogy te nagyon kis bulis pasi vagy, ez így van? Igen, hát akkor tapsot kérünk a bulis pasinak és ennek a két nagyon szép kislánynak. Na köszönjük szépen, hát én azt gondolom, hogy Niki egyszer majd csak kikapcsolja a mikrofont szerintem a parti végére, de akkor majd beldobjuk itt a kabai strandon a vízbe. Na de arról van szó, hogy ma hangulatot keltünk. Ki az, aki szeretne ma ajándékot nyerni? Már kérdeztem, azt gondolom, jól figyeltek. Megtanulunk most egy vadnyugati táncot itt a Mikulás partin, úgyhogy nagyon ügyes legyen mindenki. Én ha fölnézünk az égre, csillagokat nem látunk, de lehet a vaddudak már elmentek, úgyhogy egy country zene következik Magyarországról. Nagyon megkérjük a szülőket egy kis mosolyjal, tapsal, biztosság az apróságokat. Itt Kabán vagy, gyönyörű kisvárosban. Volt egyszer egy vadnyulat, ottan fogtam vadnyulat. Nem is kellett hozzá gold, olyan hosszú lasztom volt. Csikán vette régen ki, amíg a prérin éltem, portyolta a tüzes vizet, egy nyúl helyett látott vizet. Vizet? Na, hol az a taps? Na, kisdel, benzsó, játszom, prérbe ültem, jó barátom, oly vidám a hangulat, kancsiznak a vadnyulat. Ezt a kisdel, benzsó, játszom, prérbe ültem, jó barátom, oly vidám a hangulat, kancsiznak a vadnyulat. Délnek meglelni a szerencsém egy kop, ahol a vasút örök, bányáztam az aranyrögöt. Arra járt egy cowboy forma, kukat lőtt a kalapomra, elvette az aranyomat, nekem csak a benjom maradt. Csak a benjom. Ez a kis dalt azon játszom, térbe hoztam, jó barátom, oly vidám a hangulat, country-znak a vadnyulat. Ez a kis dalt azon játszom, térbe hoztam, jó barátom, oly vidám a hangulat, country-znak a vadnyulat. Hát a vadnyulak countryznak, de mi ünnepeljük itt a gyerkőcöket ismét a színpadon, itt a figyelem hármassával, itt vannak az apróságok. Na halljuk a színpadon! Sziasztok, hogy hívnak titeket? Papa Agnes, Fulkó Lilian, Takács Bábra. Hány évesek vagytok? 10. 8. 10. Kivel érkeztetek erre a mai partira, rendezvényekre? Anyával. Anyával, anyukámmal, apukámmal, társadalmával. Integessünk már a büszke szülőknek, merre vannak. Integetnek hátul, elő. Egy nagy tapsot kérek a country lányoknak. A mai december 13-ai harmadik adventi összejövetel képeit és műsorát jövő heti műsorunkban láthatják. Addig is ajánlom szíves figyelmükbe különböző elérhetőségeinket, ne felejtsenek el szólni, ha tudnak valamilyen eseményről, rendezvényről. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!